Na, ennyi Jánosom. Ennyi Jancsikám. Úgy fordulunk és megyünk haza, gyerekek. Jánosom, Miksike, Roxika, hol vannak ezek? Meg ott a Dodó, meg a másik. Hát így elmaradnak örökké. Mehettek be a boxba, drágáim. Úgy bizony. Gyertek, figyeljetek. Kerüljetek ki. Hopp. Jó, akkor megyek így, Roxi. Én már ügyes vagyok. Kicsit elfárad, de még nyerít a tizékre, csődörre is. Aha. Kultúrát most már kezdem. Hát most már két hete minimum lovagolom, az sokat számít. Aha. Sokat fejlődött, az biztos. Gyönyörű a placunk, minden kultúráltan meg van csinálva, az összes box, hál' Istennek. Úgyhogy büszke vagyok magamra. A boxok is rendben. Még ennek hozok szénát. Jó van, Jánosom, szerintem ki fogunk békülni, drágám. Sokat fejlődtünk, de hát ezt lehet látni is, a videókon is, hogyha ami föl van véve. Úgyhogy kapsz is egy hamikát. Jó, kicsim? De kezdesz tetszeni, cicám. Igen, van egy lóan, így menekült, mindent csináltam, szépen kezdek játszani ugye pofikájával, kulturáltan, ha kell egy kicsit megcsapdosom, jó van. Két kört mentünk a térünk, úgyhogy meló megvolt. Most megyünk Poszival és Nortival, utána megyünk Palcsival és Kicsitúrral, aztán Negróval és Szürikémmel, és aztán még van egy gyalink. Jó van, baba? Jó van, gyere ide. Jó van, gyere, babám. Gyere vissza, okossan. Na, annyira okos, intelligensek a lovak. Egy biztos, csak jó kell őket tanítani. Az 100%. Nagyon fáj mindenem. Jó van, drágám. Jó van, gyere ide, Jancsika. Még a végén olyan haverok leszünk. Hm? Megszeretsz engem, mert én nem bántalak oktalanul, de amúgy sem bántottam én. Csak az oda kellett neki. Akkor jött két lábon ki, mi? Jött két lábon ki a cica. Én mindegyiket szeretem, de nagyon szeretem. Sajnos ez van, vagy nem sajnos, imádom a lovakat, az az egy biztos. Jó van, drága. Leveszem ezt, hogy ne így egyed, és már hozom is neked a repetát. Jó, aztán átcsutakolják ők is, én is téged. Jó van, drága. Nagyon szeretem a lovakat, az biztos. És most izélnek, hogy így beszélek velük. Én ha egyedül vagyok, akkor is úgy beszélek velük, mert nem tudom, a hangsúly, én úgy érzem, hogy a hangsúly az nagyon fontos a lónak, sőt biztos vagyok be. Na ezt is feltöltöttem, úgyhogy minden megvan. Nagyon klassz. Istáló is tiptott. Gyere, Jánosom, hoztam neked valamit. Hát gyere, gyicsiké. Gyere, ennek biztos örülsz. Gyere, Jánosom. Gyere szépen ki, babája neki, apa. Ő nagyon félős volt, ilyen rettegős volt. Megmozdultál már, kiugrott a bőriből, főmászott a falra, még a patkolónál már ott se csinálja annyira, de... Na. Itt van egyik lányom, úgyhogy öten kim voltunk. Jó van, kicsim. Nagyon tetszett téma. Ugye vezetőló szerepét töltötte be, kifele úgy kígyózgatott, de... Ugye, de... Micsoda? Valahol a boxhajtón fel van akasztva, kicsim, az új. Főrakadod a poszinak, odaadjuk. Akkor nem tudom. Hol? Nem tudom, lányom. Tudom, hogy kettő van itt, valahova raktam, nem tudom. De fekete a másik? Nem tudom, azt sem el. Mert van egy a citinél még egy, de az a Mirai volt. Ez a Mirai, tehát hogy az nem az. Akkor lehet, hogy otthon van még kettő. Na, kaja, bekeverve nekik, úgyhogy egy szót se szólhatunk. Pucikája hamizik. Jó van, gyere. Jó van. Nagyon sokat kell kontaktus a lóval, az biztos. Tehát simogatod, farát is, hazafele is, nyakát is, én jobbról-balról csapkodom, így csapkodom. Jó van. Az nagyon kell a testi kontakt a lónak. Ez nagyon igénylik. Lányom, átcsutakoltad? Mindjárt átcsutom, csak nekem még van, most levegyem, vagy is nem? Nem. Hát a tiédet csutok. Azok a csutok az ajtót. Át kell csutakolni az összes. Nem kell. Nem kell, drágám. Nyergeljünk. Mexikói ott van valahol, nem tudom. De minden megvan. Na Bélám, köszönöm, mehetsz is. Isten hírivel.
tápunk, minden van. Mindenünk van. Hát, fogy a roppantot, de hát esznek is annyit, hallod. De majd roppantok, lehozom a gépet, azt csókolom. Igen? Igen? Várjál, pont hív valaki. Hív anyád.